új ablakok a koncertteremben, farsang volt a Refiben, lakóház tűz Tiszafüreden, rendkívüli szünet a Bölcsödében. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 16-án 18 óra 5 perckor. Jelentős munkák kezdődtek a Csokonai Könyvtár ifjúsági házban. A részletekről a helyszínen Szepesi Tibor polgármester adott tájékoztatást a fejlesztési beruházásról. Mint a városvezető elmondta, folytatódik az önkormányzati intézmények felújítása. Folytatódik tovább az önkormányzati intézmények felújítása a lehetőségeink függvényében. Jelenleg egy állami pályázaton elnyert forrásból az ifjúsági háznak az a területe fog megújulni, ami a koncertek, a nagyobb rendezvények megtartásához szükséges nagy teremnek a nyilászárait, illetve a nagy épületnek a első, tehát a főbejáratát és a hátsó udvari kijáratát, illetve a hátsó udvari kijárata fölötti nagy üvegfalat érinti. Azt vettük észre, hogy egyrészt energetikai szempontból sokkal jobb, hogyha új és hőszigetelt ablakok kerülnek, nyilászárók kerülnek az épületbe beépítésre. Másrészt pedig a környéken lakók érdekében is, hiszen a koncertek azért, valljuk meg őszintén, nagyobb hanggal járnak, és ezt a hangterhelést szeretnénk bent tartani az épületben, tehát nem csak hőszigetelt ablak, hanem hangszigetelt ablakok is, hangszigetelt üvegek is kerülnek ebben a pályázatban beépítésre. Én azt gondolom, hogy jelentős a fejlesztés, hiszen a közeljövőben, és hát nagyon bízunk benne, hogy a pandémiás helyzetnek nem sokára vége lesz, hogyha sikerül közösen az oltással legyűrni a vírus helyzetet, és utána újra indulnak a rendezvények, újra lesznek koncertek, újra megtelik majd élettel az ifjúsági háznak ez az emelete, ahol reményeink szerint a jövőben nagyon-nagyon sok koncert fog megrendezésre kerülni mindenki részére, nyilván a fiatalok részére elsősorban, hiszen ők használják ezt az épületet, és olyan módon fog ez megvalósulni, hogy nem zavarják a környéken lakókat. Egy állami pályázaton elnyert forrásból az ifjúsági ház azon terme fog megújulni, amely a koncertek, nagyobb rendezvények megtartásához szükséges. A pályázatnak véges a határideje, tehát az elszámolásra nagyon figyelni kell, és azt gondolom, hogy a minisztérium is azért írta ki ezt a pályázatot, hogy ilyen gyorsan, hiszen ez az év végén került kiírásra, elbírálásra, azért írta ki, hogy azokat a munkálatokat, amelyeket most a járványhelyzet miatt egyébként is végeznek a kollégák a különböző kulturális intézményekben, meszelés, takarítás, tisztítás, leltározás, sorolhatnám még az elvégzendő feladatokat, belefér egy ekkora jellegű felújítás is azoknak az intézményeknek, akik nyertek ebből a pályázatból. Én nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a pályázatot megnyerni és ezt a beruházást megvalósítani. A beruházás a nagyterem nyilászáróit, az épület főbejárati és hátsó udvari kijáratát, valamint a lépcsőházi nagy üvegfalat érinti. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola osztályai a vírushelyzet miatt most külön-külön tartották farsangi mulatságaikat az iskola tornatermében a szülők jelenléte nélkül. Erre az alkalomra a diákok minden osztályban ötletes jelmezekbe öltöztek, megjelentek népszerű rajz- és tévésorozatok szereplői, de voltak boszorkák, hercegnők és cicák is. Ez egy nagyon izgalmas alkalom a gyerekek életében, hiszen át lehet változni valamivé, és egy kicsit meseországba csöppenünk. Ezen a napon mindenki az lehet, ami csak akar. Volt itt ma csontváz, mini egér, és gyönyörű Elza, a hókirálynő, és robottá változó kamion, úgyhogy ilyenkor a gyerekek nagyon vidám délutánt élnek meg.
Nagyon sokat dolgoztak rajta a szülők, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik, amit tettek a gyerekekért, és azért, hogy jól érezzék magukat ezen a délutánon. Nagyon sok saját készítésű jelmez van, persze olyan is, akik kölcsönzőből vették, de itt nem ez számít, hanem hogy valaki más bőrébe bújjunk, és egy jót mókázzunk. Mint Ferenci Péter Tamásné, az első B-osztály osztályfőnöke elmondta, minden alsós osztály egy-egy vidám táncot is betanult. Ez egy másik mutatványunk. Hát nem könnyű egy ilyen táncot összehozni, de ezt is igyekszünk, hogy jó móka legyen, és minél inkább viccesebb vagy a gyerekek személyiségéhez illő táncot próbáltunk megvalósítani, kitartó munkával, de azért remélem, hogy sikerült. Ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell, rajta hát Méri Poppins mondta, mosolyogni kell. Az első bések például egy-egy rövid verssel mutatták be ötletes jelmezeiket, Ferenci Péter Tamásné és Novák Éva tanítónők vezetésével. A tornateremben ezt követően vicces farsangi játékok várták a gyerekeket, akik ezt követően a tantermükben a szülők által sütött fánkokat, süteményeket jó étvággyal elfogyasztották. Jó móka után jól esik majd a finom fánk, és ezzel is nyomatékosítjuk majd ezt az elképzelést, hogy minél hamarabb legyen itt a jó idő és a tavasz. Füstmérgezésben életét vesztette egy ember, amikor kigyulladt egy 100 négyzetméteres családi ház egyik szobája Tiszafüreden, a Sárkány utcában. A tiszafüredi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a lakóház szobájában egy ágy és annak környezete égett, az egységek gyorsan megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének idején az épületben egy ember tartózkodott, aki már nem tudott kijutni a füstelt elített épületből, és a gyors beavatkozás ellenére nem tudták az életét megmenteni. A város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik azt tapasztalták, hogy a 100 négyzetméteres családi ház egyik szobájában egy ágy, illetve bútorok égtek. A tűzoltók egy vízsugárral megfékezték a lángokat, a beavatkozás közben a folyosón egy embert találtak, őt kivitték és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja. Nem kizárt, hogy a tragédiát az ágyban való dohányzás okozta, de a tűz keletkezésének pontos okát és körülményeit a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja. Az idén már 23 ember vesztette életét lakástűzben. A legtöbb lakástüzet magukra hagyott gyertyák, hibás elektromos eszközök vagy a túlterhelt elektromos hálózat okozza. Gyakori az is, hogy a nem megfelelő fűtés, a főzés közbeni figyelmetlenség vagy dohányzás áll a lakástűz hátterében. Rendkívüli szünet kerül elrendelésre a bölcsödében. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsöde intézményében a megemelkedett fertőzéses esetszámok miatt a fenntartóval történt egyeztetés után a bölcsöde intézményében a mai naptól rendkívüli szünet került elrendelésre. A rendkívüli szünet utáni első gondozási nap előreláthatólag 2021. március 29-e. Gyermekfelügyelet az intézményben nem kerül megszervezésre, tájékoztatta televíziónkat Németné Szilágyi Ilona. Molnár Liza Szonyával, a György István Katolikus Általános Iskola sportolójával arról beszélgettünk, hogy egy leányzónak hogy jön ez a foci az életébe, hiszen azt tudjuk, hogy a testvéred focizik. Vele együtt kezdted? Igen, vele együtt kezdtem, és nekem nagyon megtetszett az a sportág, és úgy gondolom, hogy nem csak fiúk őzhetik a futballt, és szerintem egy nagyon jó sport. Milyen játékos vagy, mi a pozíciód? Baloldali csatár vagyok. És biztos a lábad? Tehát hogy érzed, hogy sok-sok gól van már benne, vagy még sok van előtted? Van sok gól benne, és azért bal oldali csatár vagyok, mert ugye bal lábas vagyok.
Igen, tehát ez azért ritka. Melyik volt az első meccsed, amire úgy szívesen visszaemlékszel, ahol mondjuk az első gólt lőtted? Az első bajnokságom Törökszent Miklóssal volt tavaly, ahol a, ugye NB1-ben, ahol a csapat első gólját én rúgtam. És hogy lehet mondjuk kudarcokat elviselni? A sport ezt megtanította neked? Igen, megtanította, és vannak olyan pillanatok, ahol muszáj elviselni. Akkor nem vagy ez a síros. De. Más sportágot kipróbáltál már? Óvodás koromban birkóztam 2 évig. És ez miért maradt abba? Meg is untam, és a foci jobban tetszett. De én azért úgy tudom, meg emlékszem is, hogy sok-sok olyan versenyen voltunk, amin egyéniben is megmutattad magad, nem csak tanulmányi versenyen, hanem sok-sok mindennel foglalkozál. Mesélj egy picit erről. Most az iskolai versenyekre tekintve, pénteken lesz a területi matek verseny, amire nagyon remélem, hogy bekerülök az országos döntőbe. És még lesz egy Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond nevű nyelvtanverseny. Mi a kedvenc tárgyad egyébként? A kedvenc tantárgyam a testnevelés, matematika és a történelem. És a történelemből mi érdekel legjobban? Igazából az egész, hogy mi történt régen. És hozzá is szoktál olvasni? Igen. Tanulmányi eredményeid milyenek voltak fél évkor? Kitűnő lettem, ahogy mindig kitűnő voltam. Suliban egyébként milyen vagy? Odafigyelsz, és akkor kevesebbet kell tanulni, vagy még pluszban is tanulsz, tehát szorgalmas vagy? Szorgalmas vagyok, és az órákon nagyon szoktam figyelni. És az osztályban, hogyha mondjuk valakinek segíteni kell, számíthat rád? Igen, számíthat. Testvéreddel jó testvérek vagytok? Nem. Mert kritikusai vagytok egymásnak? Mert hogy focisztok mind a ketten például. Hát néha, amikor veszekedünk, de néha meg jó testvérek vagyunk. Mi az, ami még előtted van? Mi leszel, ha nagy leszel? Van már valami elképzelésed? Igen, van, ő híres focista, szeretnék lenni, és orvos. Az orvos az honnan jön? Hát igazából szeretnék segíteni embereken, és nagyon jó szerintem. Tehát akkor nem azért jön, hogy sokat voltál beteg, és sokat láttál orvost, hanem akkor te szeretnél másokon segíteni. Igen. És vidám természet vagy? Hát lehet mondani úgy is. Éneklés mondjuk? Tehát mi az, ami nagyon messze áll tőled, hogy most egy népdalt kellene énekelni, az menne? Hát rákészüléssel menne, de így egyedül nem szeretek nagyon énekelni. Tehát akkor mondjuk az énekkar tagjaként, akkor ott lehet, hogy hallhatnánk téged énekelni. Igen. Írás szépen írsz? Igen. Ezt valahogy nem tudom, de ezt úgy kinéztem belőle, hogy biztos, hogy nagyon szép az írásod. És a helyes írással, hogy ez? Nagyon jól. Mert hogy én úgy emlékszem, hogy voltál ilyen versenyeken is. Igen, országos nyelvtan versenyen 5. helyezett lettem. Azt gondolom, hogy azért anya ebben azért sokat segített, hogy ez menjen, nem? Igen, meg a tanítónéni tanárnőim is. És mondjuk anya otthon, anya vagy a tanítónéniként is foglalkozott veled? Tanítónéniként is. És ki volt a szigorúbb, a iskolai tanítónénid, vagy otthon anya? Mindkettőjük. És itt azért térjünk itt a végén vissza a focira. Volt már olyan, amikor sírtál, mert esetleg valaki picit nagyobbat rúgott, vagy pont úgy estél el. Tehát ezt hogy lehet megtanulni? Igen, volt már, de nagyon bajom nem lett, és hát ezt meg is tanultam ebből is. Akkor szoktam általában sírni, hogyha veszítünk. Az első meccsemen sírtam, de megtanultam, hogy nem kell. Ki az edzőtök, és te most melyik korcsoportban játszol? Varga Zoltán és Balla Zsolti, és U12-ben játszom. Van más lány is a csapatban? Nincs. Hát akkor azt gondolom, hogy ez még egy pozitív dolog, hogy neked sok sikert kívánok a következő évekhez is, és hát akkor majd eldöntött, hogy sport, vagy a gyógyítás lesz a te utad. Igen, de én ezt mind a kettőt ki szeretném próbálni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!